Szevasztok, skacok! Kaptam egy olyan ajánlatot, vagy javaslatot, inkább javaslatot, hogy gameplayezzek egy kicsit. Nos, gameplayezni az én gépem nem nagyon lehetne, mármint abból a szempontból, hogy úgyhogy fölveszem azt, amivel játszok, meg még webkamerával fölveszem magad az én gépemet megölni, de fel tudom venni a hangot, ilyen hangfelvevős alkalmazással, illetve arra még a gépem képes, hogy viszonylag még így is egy kicsit lassan, de élvezhetően még fel tudom venni azt, hogy hogyan játszok. Úgyhogy minden esetre egy Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1-jel fogok játszani, és akkor mindjárt jövök, csak először beállítom a japán szinkront, meg hasonló, elindítom a japán szinkront, és akkor folytatom azt, ahol éppen tartok. Üdvözletem, skacok! Itt vagyunk a játékban. Átállítottam a szinkront japánra, mint ahogy hallhatjátok. Ez az Ultimate Battle, vagy nem tudom mi, a szenszar. És ennek van egy olyan része, amit most itt ezt átugrom, hogy ki kell választani egy adott karaktert, és akkor azzal kell legyőzni 100 ellenfelet. És jelenleg én Super Saiyan formában Trunksra szoktam nyomatni, és 68. helyen vagyok jelenleg. Amikor a próbafelvételt csináltam, akkor egy ütközetet nyomattam, bár legyőztek. Mecha Fry, Frieza vagy a Mecha Dermesztő, ha úgy jobban tetszik, vele kell most éppen harcolnom. Úgyhogy ezt követhetitek most nyomon. Ő valószínűleg bénázni fogok, az is lehet, hogy kikapok, minden esetre majd meglátjuk, mi lesz. Olyan annyi, hogy tele van a játék grafikai hibával, úgyhogy laptop ez, meg emulátor, laptopot általában nem játékoknak terveztek, úgyhogy ezért eléggé csúnya lesz a játék. Árnyékok, meg minden eléggé félrementek. Amúgy nem tudom, ki látta a Dragon Ball-t is, meg a Bleach-et is, de amúgy ugyanaz szinkronizálja a Frieza-t, mint aki Kurocoshi Majurit is. Na, kapsz ilyet, azt dögölj meg. Na gyerünk, töltsük a kinket, hiszen a ki az nagyon fontos. Most nem tudom, ja most el is tölti magát. Be kéne neki sózni egy kicsit, hogy a francba van. Be kéne sózni neki valami. Húha! Be kéne neki egy kicsit sózni. Elég lesz már. Be kéne neki egy kicsit sózni, hogy jobban tudjuk tölteni a kinket. Nem már. Hát így. Az igen. Gyerünk már. Azt hittem belemegy a hegybe, hát itt nincs is hely arra, hogy el tűnjön. Na mindegy. Úgy, te is kapsz ilyet, igen? Szereted, ez ízlik? Áj. Tessék, kapsz meg, van innen, ahonnan ez jött. Úgy. Na, ez most nagyon überfasza. Hú, ez érdekes volt, de pont kapsz egy Finish Buster-t. Finish Buster! Ja, amúgy az is hozzátartozik a dolgokhoz, hogy azért csak ezzel játszom, mert a gépnél már kettő az úgy akadozik, mint nem is tudom. A menü az jó, megvédett, de hogy maga a játék, piszok lassú. Na, max power van. Úgyhogy én most egy fő támadást lenyomok, aztán mivel Mecha Fry-zat le is győzhetett Trunks a mangában. Így olyan rohadt jól néz ki ez a támadás, az nem igaz. Jó van, természetes, hogy a
többi a korábbi részekben, mint a Budokatenkaichi Kaichi 2-ben, vagy meg a 3-ban is azért lazábban megcsinálták a dolgokat, de én most csak ezzel szolgálhatok. De azért még ebben is jól néz ki ez a támadás. Az igen? Ne már. Került ki! Franc. Jajjaj. A büdös mocskos életbe. Ez a beszéd! Király vagyok, pont sikerült. Na, ne került ki. Úgy. Na, most szétszedünk. Na, menj félre. Úgy. A francba pont kikerült. Na már. Nem már. Megpróbálom a super finishing móddal leszedni, mert akkor kapnék plusz pontokat majd a játék végén. Á, de ez nem jó finish buster neki. Na már majdnem győztem. Itt van az ilyenkor áll fel az állapot, hogy már cik is lenne veszíteni. Összeg, és sikerült. Mattaka, megcsináltad, jól mondott Trunks. Még ilyen nagyon régi oldalnézetes, kétdimenziós kis Dragon Ball van. Trunks volt a legszimpatikusabb karakter, amiért kardja volt, meg hasonló. Na, hát csak egy pont. 20 pontot kaptam azért, mert győztem. Na, de az a lényeg, hogy a Trunks szimpatikus volt azért, mert kardja van, mert és azért ő volt a kedvencem. Na, Super Saiyan formában Vegetával kell majd harcolni. Annyi biztos, hogy... Hát mindjárt mondom. Hát gyerekek, ez volt akkor ez a játék, meg hasonló, igazából több küzdelmet is lehetne rakni a saját csatornámon nem nagyon terveztem, hogy én gameplay-eket játszok, csak ilyen igény is volt. Ha nektek ez tetszett, vagy hasonló, akkor természetesen folytatom, és esetleg csinálok még olyanokat, hogy mit tudjátok, megmondjátok, hogy kit verjek szét, és akkor szarrál velem a Trunks-szal akár sokat gyára is. Illetve tényleg úgy gondoljátok, hogy ez menő, akkor megpróbálom azt is megcsinálni, hogy legyen közben kép, vagy valami más. Úgyhogy jelenleg akkor most ennyi, és akkor majd legközelebb, vagy egy anime kommentárral, vagy egy másik rajta videóval majd akkor jönni fogok, akkor jelenleg értek be ennyivel. Ez egy kis, ilyen rövid kis próba felvétel volt. Szevasztok! Ez nem integetés. Ez nem tudom mi.